Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogyan közeledik hozzád. Tehát az első kérdés, mi a terve? Nála megvan a remény, hogy jóra fordulnak a dolgok. Az anyagiakat illetően, a munkát illetően, a családi kapcsolatokat illetően, vagy ami benneteket illet, tehát a szerelmi élet területén. Kell számára a biztonság érzete. Ő reménykedik abban, hogy lesz kapcsolat, beszélgetés, közeledés. A második kérdés, hogyan érzi magát? Bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt vannak változások. Lehet, hogy a múltban voltak félelmek, bizonytalanságok, de most ez változik. Tehát jól érzi magát, megvan a remény arra, hogy minden jól alakul. A harmadik kérdés az lenne, hogy hogyan közeledik hozzád. Itt látható, hogy pénz jön, amire nem számított, vagy amire te nem számítottál. Ez lehet anyagi segítség. Ennek a pénznek van szimbolikus jelentése is, mert utal az értékekre. Ő közölni fogja azt veled, hogy te értékes vagy számára. Emellett persze lehet anyagi segítség is. Mi köt össze benneteket? Egy hosszú út, és ez a jövő, hiszen ő tervezi a jövőt veled együtt, mégpedig nem csak a közeljövőt, hanem vannak tervei, ami a későbbieket illet. És itt lesz egy közös út, lesznek változások, itt van a remény, te értékes vagy számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!